Invazívként tekintünk azokra a halfajokra, amelyek Magyarország vízterületein nem őshonosak, és pontán módon vagy emberi tevékenység következtében kerültek be természetes vizeinkbe. Jelenleg hazánkban hét ilyen állománykárosító fajt tartanak nyilván. Az egyik legközismertebb ilyen faj az ezüstkárász, amelynek a szaporodásához hím egyedre sincs feltétlenül szükség. Ők azt csinálják, hogy oda mennek. Olyan ha a fajokhoz amelyek akkor éppen ívnak, és lerakják szépen az ikrájukat. A, annak a valamilyen keszekfélének, vagy bodorkának, vagy pontnak a, az ivarterméke nem termékenyíti meg az ikrát tulajdonképpen, csak elindítja a sejtoztódást, És mivel neki olyan kromoszóma készlete, hogy a sejtmagon és a paláros is van egy, ennek az összeolvadásával történik gyakorlatilag az utódnak a, a létrejötte és akkor megint csak ez is kárász nőstények lesznek, de egy idő után aztán megjelennek a hímek is, mert mint tudjuk, ez a fajta szaporodás mód, ez genetikai leromláshoz is vezet, és szükség van azért a hímekre, hogyha nem is olyan nagy mértékben, mint nőstényekre. Sokszor a felelőtlen hobbi akvaristák is kárt okoznak, elsősorban azzal, hogy vízbe engedik a már megmúlt halakat. Bár sok faj ezt nem éli túl, vannak olyanok, amelyek tudnak alkalmazkodni a megváltozott környezeti viszonyokhoz. Egyes teóriák szerint az Amur gép is behurcolt díszhalként került a hazai vizekbe. Ilyen invazív faj a törpeharcsa is, amely a 2023-ban évhalának választott lápipóc élőhelyét veszélyezteti. Igazából azt lehet mondani, hogy a cilány után történtek olyan, olyan gradációk, olyan elterjedések, ahol megjelentek különböző idegenhonos halfajok. Nem biztos, hogy ide köthető, de például nagyon szembetűnő jelenség a folyami gépnek a, a terjedése. Tehát korábban ez a tisza vonulatában nem nagyon volt megtalálható, most meg már tiszabecnél is, a felső tiszába is. Ott van, vagy ami most például téma volt, az az úgynevezett csupasz-torkú gép, hogy ez is megjelentítés. És felteltően ezt talán fog, fog terjedni. Na most ezeknek a halfajoknak a megjelenése és a szaporodása az, az történhet egyébként egyéb okokból is, például azért, mert szemtanúi vagyunk, látjuk, hogy változik az éghajlat. Invazív fajként jelent meg korábban a busa is, amely már az egyik leggyakoribb halfaja lett a térség vizeinek. A busa húsa egyébként finom és rendkívül egészséges is, többek között azért, mert omega-3 zsírsavat tartalmaz. Hosszú távon azonban hatalmas károkat okozhat a vizeink élő világában. Az invazív halfajok gyors szaporodásuk révén veszélyeztetik a növény és halfajok sokféleségét.